Senki nem hallgat meg, senki nem figyel rád, senki nem ért meg téged. Lehet az barát, rokon, bárki, a szerelmed. Beszélsz, 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 és úgy érzed, hogy nem értették meg szavaidat. Van egy jó hírem, tudok segíteni. Ám ehhez te is kell lesz, mint minden máshoz. Figyelj jól arra, amit most mondok. Nagyon régóta foglalkozunk emberekkel, több mint 10 éve. A legtöbb embernek csak annyi kell, hogy meghallgassák őt, hogy figyeljenek rá. Megnyílik, elmondja a gondjait, bajait, olyan mély rétegekről, amiről még ő sem gondolt volna. Aztán persze sokkal könnyebb neki. És ha még ehhez olyan tanácsot is kap, amit hasznosítani tud az életében, az milyen jó? Ez neked megérné? Ha te is azok közé, az emberek közé tartozol, akiket nem hallgatnak meg, aki tele van bánattal, aki tele van aggodalommal, tele van félelemmel, kilátástalan az élete, nem tudja, hogy mit csináljon, kihez forduljon, nem segítenek rajta, vagy esetleg már be is csapták őt, mert rengeteg ilyen van. Arra kérlek, hogy fordulj hozzánk bizalommal. Nagyon sok reiki tanfolyamat tartottam már. Mostanában már a lányom is tartja a tanfolyamokat, rúna tanfolyamokat, mágiát csináltunk, sorselemzést csináltunk, ámsorolom, tehát rengeteg, rengeteg, rengeteg mindent. És az a tapasztalat, hogy nagyon sok embert nem hallgatnak meg. Nagyon sok embernek csak annyi kell, hogy kibeszélje magából. Kibeszélje magából egy olyan embernek, aki figyel rá, aki valóban figyel rá, aki még olyan dolgot is tud neki mondani, amivel rendbe tudja tenni az életét, vagy olyan tanfolyamat tud neki átadni. Nyilván ez embertől függ, hogy kinek mire van igénye, illetve szüksége. Hidd el, nincs az a helyzet, amiből nem lehetne kijönni, amit nem lehetne jobbá tenni. Ha már kibeszélted magadból, és figyelj csak, milyen szép a magyar nyelv, kibeszél. Amikor beszélünk, kibe jár a szél. Ugye milyen érdekes? Figyeltél? Itt vagy még? Szóval, amikor kibeszéled magadból, már megkönnyebbülsz. De viszont fontos, hogy valóban meghallgassanak, hogy olyan visszaigazolás, visszacsatolás legyen neked utána, hogy végre megértettek. Végre valaki érti, amit mondok. Végre valaki figyel rám. És most jön az, amiért ez a videó készül. Bevezetünk egy olyan szolgáltatást, ami a lélek hangja. Előre egyeztetett időpontban tudsz minket hívni. Fél órára, egy órára, másfél órára. De figyelj csak, nagyon szerettek beszélni. Tehát ha beszédes vagy, és rég nem beszélted ki magad, akkor a fél óra kevés lesz. Egy baráti díjjal elérhető áron lesz ez, amit mindenkinek magánlevélben mondunk el, hogy miért is jó ez. Ez neked jó, mert tényleg azzal kerestek meg minket, hogy leírtok egy regényt, leírtok nekünk, egy csomó hangüzenetet elküldtek. És erre nincs időnk, hogy meghallgassuk. Nincs időnk, hogy elolvassuk. De viszont ti ezt igénylitek. Nagyon nagy mértékben igénylitek. Ha fontos vagy magadnak, és változtatnál az életeden, szeretnéd, hogy meghallgassanak, akkor szenteld rá az idődet. És szentelj rá annyit, hogy ez neked is, és nekünk is megérje. Hiszen az idő pénz.
és hidd el, nem jön vissza. A pénzt újra tudod termelni, de az idődet nem. Ez így van. Ezt nem én találtam ki, ez egy hatalmas nagy bölcsesség. Szóval, ha segítenél, ha a lélek hangja akarsz lenni, akkor keresd a kapcsolat@mystika.hu e-mail címen, vagy a Mind Enki Facebook oldalon. Köszönöm, hogy meghallgattál, hiszen nagyon fontos, hogy megértsük a másikat, megérteni magunkat, megértetni magunkat, és megérteni a másikat. Enélkül nincsen eszmecsere, enélkül nincsen kommunikáció. Tehát még egyszer kapcsolat@mystika.hu. Áldás rád, várlak szeretettel. Csodálatos életet kívánok.